Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hír Hét adását látják. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Állatkínzás, majdnem megfőttek élve a szelektív kukába dobott kiskutyák. Gördülő pengék, a hétvégén birtokba vették az új sátoraljaújhelyi görkorcsolya pályát a vendégek. Utcai örömzene, folytatódott a muzsikálóterek programsorozata Sárospatakon. Élő kiskutyákat dobtak ki egy sátoraljaújhelyi szelektív személygyűjtőbe a csaknem 40 fokos melegben. A síró, vonyító ebek valószínűleg órákat töltöttek a forró szeméttárolóban, mielőtt rájuk találtak. A kutyák konténerbe dobása állatkínzásnak minősül, ami akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Kiskutya sírásra és vonyításra lettek figyelmesek a járókelők a közel 40 fokos melegben egy szelektív személygyűjtő közelében. A sátoraljaújhelyi városellátó szervezet egyik munkása felborította a konténert, és 2 másfél hetes kiskutyát talált. A majdnem megfőtt áldozatokat magához vette, megmentve így az életüket. A 40 fok hőmérséklet lehetett kívül, tehát ilyen külső hőmérséklet. A szelektíves hulladékgyűjtőbe ennek a sokszorosa, vagyis hát nem sokszorosa, de sokkal melegebb lehetett. Kutyák nagyon sírtak, nagyon vonyítottak, gondolom melegük volt. Fodor Gyula örökbe fogadta a kiskutyákat, kecsketellyel etette őket, amit elfogadtak. Úgy tűnik, sértetlenül megúszták az embertelen bánásmódot. Az állatorvostól tisztító és fertőtlenítőszereket kapott, amellyel ápolja a megmentett ebeket. A szakember szerint a kutyatartóknak arra kellene törekedni, hogy feleslegesen ne szülessenek kölykök. Alapvetőleg ott van a probléma, hogy az embereknek előre meg kéne fontolniuk azt a lehetőséget, hogy ha nőstény kutyájuk van, akkor vagy az szökik el, vagy a kan szökik be, tehát lesz kölyök kutya. Most például a menhelynek pont itt van a hölgy mellettem, volt egy ilyen ivartalanítási akció keretében egy lehetőség arra, hogy támogatták az ivartalanítást. A kiélt vele az a csippelés árában megúszhatta az ivartalanítást. Más gyógyszeres lehetőségek is vannak az ivarzás megelőzésére, illetve ha már vemhesült, láttuk, hogy a kutya összeragadt, a vemhesség 2/3-ig még mindig el lehet úgymond abortálni a magzatokat, tehát mindenféleképpen azt az embert, vagy azoknak az embereknek ezeket a megoldásokat javaslom, akik nem szeretnének kiskutyákat. Ha mégis megszületnek, akkor mindenkinek kötelessége, hogy gondoskodjon az utódokról, akár menhelyi elhelyezéssel. Az állatkínzás büntethetőségéhez nem szükséges, hogy az elkövető az állat életét ténylegesen kioltsa, vagy az állat valóban maradandó egészségkárosodást szenvedje. A cselekmény 2 évig történő szabadságvesztéssel is büntethető. Szakadó esőben adták át sátoraljaújhely közönségének a libegő indulóállomása mellett az 1000 négyzetméteres görkorcsolya pályát. A hétvégén azonban kicsik és nagyok már szikrázó napsütésben vehették birtokba a város legújabb sportlétesítményét. Csak egy páran merészkedtek ki az első hétvégén az új sátoraljaújhelyi görkorcsolya pályára. Az a néhány ember azonban, aki a nagy melegben is vállalta, hogy korcsolyát húz a lábára, igen elégedett volt az új létesítménnyel. Jó, mert jó egyenes a pálya, és nem olyan, mint például a bicikli úton, hogy egy kicsit göngyös, hanem itt sokkal egyenesebb. A szülők is elégedettek a kori pályával. A létesítmény régi hiányt pótol a városban. Örülünk, hogy újabban is már létesült egy ilyen lehetőség, hogy lehet hol görkorizni, mert tényleg nem lehetett hol itt a környéken, ahol egyenes pálya van, és tényleg meg ki fogjuk tényleg használni, hogy korcsolyapálya lesz itt. Ezt már nagyon kellett, mert régen a Kazinczy iskolába jártunk, de ott sajnos már ott nincsen, és itt legalább vezetőség tett rá egy lehetőséget, hogy itt megépített ezt a görkorcsolyapályát nekünk. A görkorcsolyapályát a sátoraljaújhelyi alpolgármester is tesztelte egy gurulással. Polgármester, milyen volt a görkorcsolyázás? Hát a bírákat kéne megkérdezni, hogy a 5,8 táblát felemelik a mutatvány után, de azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon egyenletes és sima a fölött, és tényleg igazán jó korizni rajta. A korcsolyapályát elsősorban a helyi közönségnek építette a város. A cél, hogy fiatalok és idősek is aktívan mozgással tölthessék szabad idejüket.
A korcsolyázás ugyanis nem csak sportolás, hanem társasági esemény is. Nagyon remélem, hogy egy nagyon közkedvelt elemmel gyarapodott a kalandpark. Én magam is megvettem Miskolcon a magam görkorcsolya párját, úgyhogy majd amikor nem látja senki, akkor én is kimérészkedek. Szóval 30 éve nem volt a lábamon. A tervek szerint hamarosan beindulnak a hétvégi görkori diszkók. Az első fagyoktól kezdve pedig valódi jégen lehet majd korcsolyázni és jégkorongozni Sátoralja új helyen. Több nagy oktatásfejlesztési beruházás is indul a Bodrog közben. Hamarosan teljesen felújítják és kibővítik a Cigándi általános iskolát, valamint átépítik a Zemplénagárdi óvoda belsejét is. A két összesen 310 millió forint értékű beruházást az Észak-Magyarországi Operatív Program közoktatás térségi sajátságaihoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése című pályázat segítségével valósítja meg a bodrogközi város. Ebben a városban hamarosan teljesen megújul a Cigándi iskola épülete. A tervek szerint kicserélik az összes nyíllászárút, és egy emeletre építésével három új tantermet alakítanak ki. Emellett természettudományi előadóval, számítástechnikai szaktanteremmel, szertárakkal, tanári szobával, vizes blokkal, felújított tornateremmel újul meg az épület. Egy lift beépítésével pedig megvalósul a komplex akadálymentesítés is. A Cigándi önkormányzat az oktatás minél magasabb szintre emelésével a Bodrog köznépesség megtartó erejének növelését szeretné elérni. Bodrog köz az ország egyik leghátrányosabb helyzetű települése. Nekünk ez a több mint 300 millió forint, ami azért megoszlik Zemplénagárddal, mert ők is egy oktatási intézményt építenek ebből a programból, szóval ez egy közös program. Minden ilyen kisebb település büszke lenne rá, és úgy gondolom, hogy minden polgármesternek vágya lenne, hogy elindítson. A felújítást követően a Cigándon és a környékbeli településen élő gyerekek egy európai színvonalú oktatási intézményben folytathatják majd tanulmányaikat. Fontos dolog az, hogy a gyermekeink helyben kapják meg az alapokat, helyben készüljenek föl a további középfokú, illetve egyetemi főiskolai tanulmányokra, vagy éppen az életre. Én azt gondolom, hogy a kormánynak is egyértelműen az a célja, hogy az alapfokú oktatás az helyben történjen, és ott bármilyen kicsi is az a település, ott kell biztosítani a gyermekek számára a fejlődés lehetőségét. A Cigándi iskola felújítása, bővítése alapkőletétellel indult. Nemrégen adtuk át itt a bölcsödét, most valami új kezdődik el, és több apró projekt valósul meg. És igazán örülök annak, hogy az itt élők nem siratják el Bodrog köz Cigán jövőjét, hanem ahhoz, hogy valami megvalósuljon, tenni is hajlandóak érte. A beruházás részeként a Zemplénagárdi óvoda belső átalakítását is elvégzik, egy csoport szobával bővítik és akadálymentessé teszik az intézményt. A program részeként új és korszerű taneszközöket is vásárolhat a két bodrog közi település. Tartalmas fél évet zárt a Sárospataki Városi Könyvtár, az elmúlt hónapokban számos rendezvényel várta a látogatókat. Az intézmény június 25-től a nyár nyitvatartási rendszerint működik, ugyanakkor a forgalom a tapasztalatok szerint nem csökkent. Az olvasók viszik a kötelező olvasmányokat és szép irodalmi alkotásokat is. Szeptembertől új kiállítással és könyvbemutatóval várják az érdeklődőket. Versmondó, mesemondó verseny és különböző vetélkedők zajlottak a Sárospataki Könyvtárban az elmúlt hónapokban. Voltak író-olvasó találkozók, vendég volt többek között Nógrádi Gábor vagy Nyulász Péter. A könyvtárban így óvodásoktól az egyetemi tanárokig mindenki találhatott kedvére való rendezvényt. Az elmúlt fél év kulturális kínálatában voltak új típusú programok is. Kiemelkedő rendezvényeink közé tartozik az Irodalmi Kávéház, amelyet a Költészet napja tiszteletére rendeztünk a kávéházunkban. Újszerű kezdeményezés volt, és hatalmas sikere volt. Szeretnénk, hogyha ezt máskor is meg tudnánk rendezni. Az ünnepi könyvhéten a könyvtár kitelepült a Hill térre, persze csak átmenetileg. Népszerűsítették az elektronikus szolgáltatásokat, ügyintézést még a nyugdíjasok körében is. Emellett új könyveket is sikerült beszerezni.
A Márai program második fordulójában is sikeresen szerepelt könyvtárunk, és 650 ezer forint értékben szerezhetünk be könyveket. Ez azt jelenti, hogy 500 tényirodalom és 500 szépirodalomból kellett válogatnunk. Igyekeztünk a válogatást úgy szem előtt tartani, hogy az olvasók igényeit figyelembe vettük. A nyáron ugyan kevésbé lesz sűrű a program kínálat, de nem lesz zárva a könyvtár. Június 25-től egészen augusztus végéig, 10 órától 16 óráig fogadják a látogatókat minden hétköznap, szombaton pedig 9-től 12 óráig. Szeptembertől új programokkal és a már megszokott nyitvatartási renddel fogadják újra a tagokat és az érdeklődőket. Budapesti zeneiskolások táboroztak Sárospatakon. A Krógyörgy Alapfokú Művészeti Iskola növendékei harmadik alkalommal töltötték a nyári szabadidőt a Bodrogparti városban. A kamara és vonós zenekari tábor zárásaként a diákok hangversenyt adtak, amelyen többek között Bach, Handel és Haydn műveket adtak elő. A tábort ugyanaz a csapat szervezi, amelyik a Crescendo nyári akadémiát is. A táborozó fiatalok közül ezért sokan a nyári akadémián újra visszatérnek a városba. Füzessiri Attila vezényelte a zenekart a záró hangverseny nagyobb részében. A növendékek több híres művet, többek között Mendelssohn oktettjének első tételét is előadták. A tábor egyik szervezője Füzessirini Dudás Eszter 2010 óta minden éven elhozza a Krógyörgy Művészeti Iskola diákjait koncertezni Sárospatakra. Én 13 éve tanítok ott, úgyhogy ez a kapcsolódási pont, és hát tulajdonképpen elhivatottságomnak érzem, hogy a gyerekeknek a zenén túl sokkal többet mutassak és lehetőségeim szerint, úgyhogy ezért hívtam meg őket 2010-ben először ide Sárospatakra, és hát tavaly is voltak, idén is jöttek, és hát reméljük, hogy jövőre is jönnek majd. Az egyhetes táborban a fiatalok tulajdonképpen erre a hangversenyre készülnek. Napi 3-5 órát próbálnak, ez azonban más, mint az iskolaidőben. A növendékek itt kellemes környezetben szinte játszva tanulnak, gyakorolnak a nyáron is. Nagyon jól éreztem magam, egy hét múlva fogok visszajönni a kéthetes Crescendóra. Nagyon szeretem a zenét, az itteni kultúrát, és nagyon szimpatikus maga a város is. A hangversenyen a zenetanárok is közreműködtek, brácsa, cselló és zongora kísérettel, többek között Mendelssohn oktettjének előadásánál, amely a növendékek és a tanárok számára is komoly kihívást jelentett. Hát nem volt könnyű feladatuk, hiszen azért az ő szólamuk más, és nagyon-nagyon komoly és derekas munka volt, hogy ez az első tétel, ez színpadra kerüljön, de nagy sikere volt, illetve volt olyan is, aki először játszott zenekarban, egy hegedűs kislány, illetve két apró csellista, úgyhogy mindenki számára azért volt némi kihívás. Az itt fellépő növendékek közül a Crescendo nyári akadémiára többen is visszatérnek majd. Ez újabb kihívás elé állítja majd a zenetanulókat, hiszen az akadémián is koncerteznek majd. Újra koncerthelyszínné vált a Sárospataki Hilt tér. A Muzsikáló Terek című rendezvénysorozat részeként a hétvégén örömzenéléssel várták az érdeklődőket. Most az Emplén Televízió egyik munkatársa is megmutatta zenei tehetségét. Kollégánk, a szerkesztő műsorvezetőként ismert Jászter Beáta ezúttal énekelt a pataki közönségnek. Partnere Novák Zoltán gitáron kísérte. A dalok között voltak régi, jól ismert slágerek, és olyanok is, amelyeket ebben a formában most hallhatott először a közönség. Régi slágereket és új dalokat is hozott magával Sárospatakra Jászter Beáta és Novák Zoltán. A Muzsikáló Terek című sorozat részeként örömzenét játszottak. A műsor első részében felcsendültek a D-műszak szerzeményei, a második rész viszont témájában az Emplénbe kalauzolt. A kisvonatot, az Emplén himnusz, az álmot, azt már mindenütt énekeltük, meg az óha kigyúl a fény. De például a szeletvető ember, vagy a szélzabáló ember, ezt még együtt mi soha nem énekeltük. Zoli énekelte Bodroghalmi Lacival különböző verséneklő fesztiválokon, én meg otthon, amikor a CD-jüket hallgattam, akkor énekeltem. Azt hiszem, ez volt az a szám, amit itt énekeltünk együtt először, és volt még ezen kívül más olyan közkedvelt szám is, amit kimondottan a pataki közönség kedvéért tanultunk meg. A Hiltéren szép számú érdeklődő gyűlt össze. A különleges hangzás sok járók előtt késztetett megállásra. A másik vonzerő a dalok téma választása volt, hiszen Novák Zoltán és Bodroghalmi László szerzeményei a mindennapi életről szólnak.
talán a titkuk az daloknak, hogy mások, mint a szokott, megszokott dalok, az az, hogy mi nem tudtunk zenélni. Mi nem tanultunk gitározni, és ezért nem tudtuk eljátszani azokat a dalokat, amelyek mentek a tévébe, rádióba, itt-ott, ezért kitaláltunk magunknak akkordokat, dalokat, mindent, és úgy születtek ezek a dalok, és ezért talán összetéveszthetetlen egész más műfajokkal. A Muzsikáló Terek elnevezési utcazenei rendezvénysorozat negyedik éve csábítja a patakiakat és környékbelieket egy kis szabadtéri zenehallgatásra. A szervezők külön figyeltek a helyszínválasztásra és arra, hogy változatos kínálatot nyújtsanak. A rendezvény ma már igen népszerű az itt élők körében. Van egy olyan törzs közönség, aki az elejére idejön és végighallgatja, tehát nem sétálgat közben, nem jön, megy. Tehát ez a törzs közönség van, ugyanakkor vannak a sétálók, akik kisgyerekkel, gyerekkocsival jönnek, mennek, megállnak, belehallgatnak, aztán tovább mennek. A rendezvény igazi sikere abban mérhető, hogy a közönség soraiban olyanok is vannak ezeken a koncerteken, akik egyébként nem vagy csak nagyon ritkán térnek be a művelődés házába. Például egy komoly zenei koncertet meghallgatni tette hozzá Stumpf Gábor. A szabadtéri zenével így azok számára is lehetőség nyílik élő zene hallgatására, akik tudatosan kevésbé látogatják a koncerteket. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Állatkínzás. Majdnem megfőttek élve a szelektív kukába dobott kiskutyák. Gördülő pengék. A hétvégén birtokba vették az új sátoraljaújhelyi görkorcsolya pályát a vendégek. Utcai örömzene. Folytatódott a Muzsikáló Terek programsorozat a Sárospatakon. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhét adását látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!